áld meg, ó magyart, jó kedvel bűséggel. Nyújts felé, jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Március 15-ét jöttünk megünnepelni. A nagy nap pontosan 170 évvel ezelőtt történt. Éppen ezért nagyon szépen megkérem önöket, hogy a most következő valamivel több, mint egy óra hossza ünnepi hangulatát nehogy megzavarja a mobiltelefonjuk. Kérem, ellenőrizzék le állapotát. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm önöket itt a Szabadkai Népszínház Jadran színpadán. Valamint köszöntöm a Pannon Televízió nézőit és a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit, akik a Pannon RTV közvetítésének jóvoltából lehetnek részesei a március 15-e nemzeti ünnepünk alkalmából hagyományosan megrendezésre kerülő délvidéki központi ünnepségünknek, melynek házigazdája és szervezője a Vajdasági Magyar Szövetség. 170 év. Nagy idő. És lám, mi, mostani magyarok, ha megengednek egy apró pici tréfát nekem, pár nap híján hóeséssel köszöntöttük azt az esős napot. Kérem, engedjék meg nekem, hogy a szervezők nevében nagy-nagy tisztelettel köszöntsem körünkben meghívott vendégeinket, köztük Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát, a Fidesz alelnökét. Dr. Pintér Attilát, Magyarország belgrádi nagykövetét. Dr. Babit Jánost, anyaországunk szabadkai főkonzulját. Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. Valamint az itt megjelent konzulokat, egyházi méltóságainkat, vajdasági magyar közösségünk parlamenti, tartományi, önkormányzati és ementés tisztségviselőit és képviselőit, közéletünk és művelődési életünk szereplőit, természetesen a sajtóképviselőit és minden kedves érdeklődőt. Isten hozta önöket. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Az 1848-49-es forradalmak, amelyek végigzúgtak
az egész akkori Európán, lám kérdéseikben és válaszaikban ma is nagyon időszerűek. 1848. március 15-én a magyar nemzet az akkori kérdésekre és főleg a kérdésekre egyértelmű, erőteljes és visszavonhatatlan válaszokat adott. És én, most mi, a nagy elődök utódai ugyanarra készülünk, hogy erőteljes, egyértelmű és visszavonhatatlan választ adjunk az éppen aktuális európai kérdésekre. 1848. március 15-én és az azt követő másfél esztendőben nemzetté vált a magyar. És egyszerre vívta ki szabadságát, és őrizte meg magyarságát. Nos, hölgyeim és uraim, a nemzet megvan. A magyarságunkat a szívünkben viseljük. De a szabadságért bizony most is meg kell küzdenünk. Készen állunk erre a küzdelemre. 1848. március idusa mindig is lángként lobogott a magyar szemek előtt. És most is ez így van. Még a legnehezebb órákban is mindig erőt adott. És ez nem változott. Ezt tudjuk és érezzük. Kérem, engedjék meg nekem, hogy tisztelettel felkérjem Novák Katalin államtitkárasszonyt, hogy fáradjon fel a színpadra, és szóljon hozzánk a délvidék ünneplő magyarjaihoz. Tisztelt nagykövet úr, tisztelt főkonzul úr, elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplők! Délvidéken ünnepelni, önökkel emlékezni a szabadságharc hőseire, önökkel tisztelegni közös múltunk előtt és gondolkodni közös jövőnkről, számomra különösen felemelő érzés. Szegediként, mindig is magától értetődően a magyar világ részeként tekintettem erre a vidékre, amerre az országhatárt elhagyva tovább folyik a Tisza, a Duna és a magyar szó. Azért is kiváltság ma itt együtt ünnepelni, mert erre hosszú évekig, hosszú évtizedekig nem volt lehetőségük a magyaroknak. Nem csak együtt ünnepelnünk nem volt szabad, de a vajdaságon belül sem ápolhatták a magyarok 1848-49 emlékét. Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégeink! Egy szabadságharcra emlékezve könnyen azt hihetjük, hogy a szabadságot egyik percről a másikra lehet elveszíteni, és egy felkeléssel, egy fordulattal, egy mozdulattal vissza is lehet szerezni. A szabadságnak pedig nem ez a természete. El lehet veszíteni egy pillanat alatt egy békediktátummal, egy koncepciós perrel, egy háborúval, de apránként szinte észrevétlenül is megfoszthatnak tőle. Ez történik most Európában. Ez történne velünk is, ha hagynánk. Apránként, szeletenként veszítik el a szabadságukat a nemzetállamok, és ezáltal az európai emberek. Ha hagynánk, hogy megfosszanak bennünket döntési szabadságunktól, önvédelmi képességünktől, keresztény identitásunk fontos elemeitől, akkor mi maradna? Tudják, hogy van ez a békával. Ha beleteszik egy fazék vízbe, és az szépen lassan kezdik el alatta forralni, akkor nem ugrik ki belőle, hanem megfő. Mi nem hagyjuk magunkat megfőzni. Nem adjuk ki a kezünkből a magyarokat érintő kérdéseket. És így van ez a szabadság megszerzésével is. Talán meg lehet szerezni a szabadságot is egy sikeres felkeléssel. A tapasztalatunk mégis inkább az, hogy a szabadságot csak lépésenként, részenként tudja visszahódítani is egy nemzet. A szabadság apránként való visszaszerzésén és megtartásán dolgozunk mi is,
itt a délvidéken. És hogy hol tartunk ma? A tartósan európai átlag feletti magyar gazdasági eredmények mellett az elmúlt években a szerb gazdaság is talpra állt, a pénzügyek stabilizálódtak, egyre nő a foglalkoztatottság, és a fiatalok számára is a szülőföldön való boldogulás már nem csak álom, hanem egy reális lehetőség. Van egységes kárpát-medencei felsőoktatási tér, ahol gyermekeink magyar nyelven szerezhetnek versenyképes tudást. A legkisebbekre gondolunk akkor, amikor bölcsödéket és óvodákat építünk a határon túli magyar lakta területeken. 2017 és 2019 között erre a célra 1 milliárd forintot fordítunk itt a Vajdaságban. Az elmúlt években együtt építkeztünk. Szép példája ennek a Szabadkai Magyar Oktatási Központ, az Újvidéki Magyar Kollégium, és alig várjuk, hogy a magyar szecesszió egyik építészeti csúcs teljesítményét, a felújított szabadkai zsinagógát régi új fényében megcsodálhassuk. Lépésenként ugyan, de haladunk a Budapest-Belgrád vasútvonallal is, mely újabb lendületet adhat Szerbia és Magyarország közötti kapcsolatoknak, hiszen a két főváros közötti 8 órás menetidő 3 órára csökken majd. 2016 vége óta már valóság a vajdasági gazdaságfejlesztési program, melyet 50 milliárd forint pénzügyi alappal nyitottunk meg, most tartunk 70 milliárd forintnál, és amely több ezer magyar vállalkozónak és magyar családnak jelent ma nem csak reményt, hanem biztos alapot a további gyarapodásra. Tisztelt ünneplők! A szabadság kivívásához és megőrzéséhez elsősorban megmaradásra van szükség. Meg kell maradnunk magyarnak Magyarországon, és meg kell maradniuk magyarnak itt a délvidéken is. Magyar házasságok, magyar gyermekek kellenek ahhoz, hogy az 1848-49-es események értelmüket nyerjék, hogy nemzetünk ne tűnjön el egy globális olvasztó tégelyben, hanem gyarapodjon, erősödjön. Itt a délvidéken is fogyatkozunk. Ha ez a tendencia nem változik, ha a délvidéki magyar fiatalok életösztönét nem sikerül felébreszteni, bizony hiába a gazdasági növekedés, az infrastruktúrális beruházások, a gazdaságfejlesztési program. A mai szabadságharcot ezért két fronton kell vívnunk. Egyrészt a kerítéssel, a határzárral, a fizikai biztonságunk és integritásunk megőrzésével, másrészt pedig azzal is, hogy merünk felelősséget vállalni, elköteleződni, családot alapítani, merünk magyar gyermekeket nevelni. Ezt kell tennünk, ha azt szeretnénk, hogy még gyermekeink, unokáink is együtt ünnepelhessék a magyar szabadságharc hőseit itt Szabadkán. És ahogy gyermeket az édesanyjával, úgy bennünket, országhatárainkon belül és kívül élő magyarokat is összeköt a köldökzsinór. Ami ha fizikailag el is vágják, lelkileg mindig megmarad, eltéphetetlenül. Ezért indítottuk idén, a családok évében, ami a külhoni magyar családok éve is, a köldökzsinór programot. A köldökzsinór programnak köszönhetően minden magyar gyermek születésekor az édesanya 64 ezer forint anyasági támogatást kap, és babakötvényt is adunk a magyar gyermekeknek. Megnyitunk egy számlát, elhelyezünk rajta 43 ezer forintot, és ezen a számlán a szülők félretehetik azt a pénzt, amit a gyermekük jövőjére szánnak. A magyar kormány kamattámogatást ad hozzá, így amikor 18 évesen a magyar fiatal megkezdi önálló életét, egy olyan összeget kap az induláshoz, amelyet a szülei és az anyaország tett félre számára. Így fektetünk be közösen gyermekeink jövőjébe. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azt, hogy ma itt tartunk, azt, hogy ma nem csak közösen ünnepelhetünk, de komoly eredményeknek is tudunk örülni, önöknek is köszönhetjük. Nem itt tartanánk, ha nincsenek a délvidéken olyan partnereink, akikkel nem csak álmokat lehet szövögetni, de cselekedni is. Nem tartanánk itt, ha önök itt a Vajdaságban nem egyesítik erőiket. Nem lépnek föl egységesen az érdekeikért, nem tudnak Szerbiában jelentős politikai tényezővé válni. És nem tartanánk itt akkor sem, ha nincs ilyen, azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, a történelem során eddig soha nem volt
jószomszédi viszony Szerbia és Magyarország között. De persze ehhez is kellettek önök, mert soha a magyarok nélkül a magyarokról ne döntsön senki. Se Budapesten, se Belgrádban, se Brüsszelben. Ezért harcolt Hunyadi, Bethlen, Bocskai, Rákóczi, Kossuth és Damjanics, ezért harcoltak a pesti srácok, és 1989-ben a rendszerváltó fiatalok is. És akkor már itt is vagyunk a mai harcainknál, mely ezeknek a harcoknak a logikus folytatása. Mi magyarok a 16. század óta nem akarunk mást, mint magunk dönteni saját sorsunkról. Békében, szabadságban, egyetértésben, ahogyan azt a 12 pontban ezt elődeink kinyilvánították. A magyarok szabadságvágya 1848-ban nem öncélú vágyakozás volt. A szabadságra nem önmagáért vágytak, hanem tudták, hogy szabadságuk csak addig cél, amíg attól megfosztva kell élniük. A szabadság sokkal inkább eszköz. Eszköze a szabad gondolkodásnak, a másoktól független, de másokra is tekintettel lévő cselekvésnek, eszköze a megmaradásnak, a magyarság felemelkedésének és gyarapodásának. És ma sem vágyunk másra. Mi magyarok ma is ragaszkodunk a szabadságunkhoz. Ragaszkodunk hozzá, hogy megőrizhessük gazdag kultúránkat, nyelvünket, keresztény hitünket. Erős falakra és szabad akaratra, döntési szabadságra, önrendelkezésre van szükségünk ahhoz, hogy megőrizhessük egymás és mások iránti tiszteletünket, toleranciánkat, békénket. Szilárd talajon állva, stabil értékek mentén, egyenes beszéddel, hátunkat egymásnak vetve kell küzdenünk azért, amiben hiszünk. Így garantálhatjuk azt, hogy nem csak 2018-ban, de újabb 170 év elteltével is együtt rúhatjuk majd le mi magyarok tiszteletünket 1848-49 hősei előtt, itt a délvidéken is. Április 8-án Magyarországon választások lesznek. Komolyatét. A határainkon kívül élő magyaroknak végre lehetőségük van arra, hogy ne csak véleményük legyen, hanem beleszólásuk is abba, hogyan menjen tovább a szekér, amelyet együtt tolunk, és amelyben a magyar nemzet ül. Szükségünk van egymásra, a józanságra, most is, szükségünk van rá április 8-án is, és azt követően is. Deák Ferenc mondta az 1861-es országgyűlés feloszlatása előtt. Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, és mindig kétséges. Ez a deáki bölcsesség azt tanítja nekünk, hogy félelemből soha nem mondjunk le arról, ami a miénk, mert ha hűségesen ragaszkodunk az örökségünkhöz, akkor azt is remélhetjük, hogy az idő és a kedvező szerencse még azt is visszaadhatja, amit erővel és hatalommal elvettek tőlünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves államtitkárasszony, nagyon szépen köszönjük Egyednek, hogy hazajött ide hozzánk Szabadkára, hogy velünk ünnepeljen a 170. évforduló alkalmából. Ami pedig az iménti szavait illeti, tudjuk a dolgunkat és készen állunk a tettekre. Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség, engedjék meg nekem, hogy szokásomhoz híven egy nagy magyar ember idézetével folytassam. Van ellenzéki körklub, nagyobb részint ész-arisztokratákból, tekintélyekből álló. E klubot mi tiszteljük, becsüljük,
de egyszerű igénytelenségünk érzetében és azon elvünk mellett, hogy véleményét bárkinek kihallgatjuk, s ha rossz akarat nincsen benne, ellene nem demonstrálunk, hozzá nem csatlakozhatunk. A mi tudományunk szívünkben és karjainkban van, tekintély előttünk csak a jó hazafi. Írja egyebek mellett Jókai Mór a Mi politikai katekézisünk című írásában 1848. áprilisában, amikor is nem kisebb dologgal kellett szembesülnie, mint azzal, hogy az összefogás fontossága még a legnehezebb pillanatokban sem egyértelmű mindenki előtt. Pedig a nemzetet, annak egységét csak a nemzeti és közösségi összefogás tarthatja, és ha olyan idők jönnek, mentheti meg. Engedjék meg nekem, hogy tisztelettel felkérjem Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt államtitkár asszony, szeretném a magam és a közösség nevében megköszönni, hogy elfogadta a meghívásomat, és ma velünk együtt ünnepel. Annál is inkább tartozom köszönettel, mert hogy államtitkár asszony valamikor egy óra körül érkezett Budapestre New Yorkból, aki ilyen hosszú repülőutakat tett meg két nap alatt, oda-vissza, az pontosan tudja, hogy ez mekkora erőfeszítés, ezért az ön jelenléte, a szavai, amik itt elhangzottak, különösen megtisztelőek a számunkra. Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Amikor kerek évfordulóhoz érkezünk, akkor az eltelt idő másként jelenik meg előttünk. Nem mintha óriási különbség lenne a 169 és a 170 között, mégis másként éljük meg, jobban, erőteljesebben ráirányul a figyelem az eltelt időre. Nem az esemény, nem március 15-e kerül más megvilágításba. Az ünnep, a kokárda, a himnusz, a szavalatok, az emelkedettség ugyanazon a hőfokon tölti be a magyarok lelkét. Azonban az eltelt időbe talán jobban belegondolunk, ha kerek évfordulóhoz érkezünk. Mit jelent az eltelt idő? Milyen tanulsága, üzenete van 1848. március 15-én, 15-ének 170 évvel később, 2018. március 15-én? Alkalmasak vagyunk-e arra, hogy felidézve az eseményeket, tisztelegve a hősök és bátrak emléke előtt, megfogalmazzuk a jelen feladatait, amikről nem tudjuk, mert nem tudhatjuk, hogy történelmi pillanatokként maradnak-e az utókorra. Az idő dönt, az idő rangsorol, és az idő bizonyítja be azt, hogy az emberi döntések helytállóak voltak, a politikusok, hazafiak, forradalmárok, költők, írók, gondolkodók elképzelése és kockázatvállalása pontos felmérése volt az eseményeknek. A márciusi ifjakról, a felállt seregekről, a csatákról és a szabadságharc látszólagos elestéről az idő azt bizonyította, hogy a magyar nemzet történelmének egyik legfényesebb időszaka volt. Akik életüket áldozták a magyar szabadságért, azok mártírok és hősök. Azok az ezrek, akik névtelenjei maradtak a forradalomnak és szabadságharcnak, ugyanolyan hősök, mint azok a nagy magyarok, akiket az emlékezet híven őriz és hősként ünnepel. És nem kisebbek azok sem, akiknek a forradalom és a szabadságharc sokszoros túlerővel való legyőzését követően a bűnbak szerepe jutott ki, a lelki túlélésnek fontos tanulsága, hogy kell valaki, akire újjal lehet mutogatni,
ráhárítva a felelősséget. Nem tudhatjuk, hogy a kiváló vegyész, a tudósi karrier előtt álló tehetséges fiatalember, aki prágai tanulmányait követően megpályázta a megüresedett műegyetemi kémiai tanszéket, miután Kossuth ráütötte az áruló bélyegét, gondolkozott-e azon hosszú életében és az emigráció hosszú évei alatt, hogy egyszerű volt, lett volna a vegyészet világába maradni ahelyett, hogy a magyar szabadságért mindent föláldozott. A minden alatt még a becsületét is, amire a foltot úgy köpték rá a lelki túlélés folyamataként. Viselte az életét, foltos becsületét 36 éven keresztül, amikor is megtörtént az, amire csak az idő képes. Megszületett Klapka György és több száz honvédtiszt memoranduma, amelyben kijelentik, nem tekintik árulónak Görgeit. Azt sem tudhatjuk, a Széchenyi Istvánon eluralkodó, felfokozott felelősségérzete mennyire következett mindabból, amit a magyarokért tett és tenni akart, de látszólag nem járt sikerrel. Nem tudhatjuk, hogy a legnagyobb magyar mit érezhetett és miként gondolkodhatott, újból felülvizsgálta-e saját óvatoskodását, amikor a bátor és merész Kossuth előtt megemelte a kalapját. Gondolta-e utóbb, hogy talán mégis neki az óvatosabbnak volt igaza? Az idő ebben a kérdésben nem tett igazságot. Vannak események, amelyek vonatkozásában visszafelé sem lehet eldönteni, mennyire volt helyes és melyik volt a helyes döntés. De hihetjük azt, hogy következtek időszakok, amelyekben úgy a fegyveres forradalom, mint az építő-fejlesztő eszmék hordozójának eszmeisége benne foglaltatik. Azt sem tudhatjuk, mit gondolhatott magában Bemapó, amikor Aleppónál győztesen verekedve, majd a maláriától legyőztetve elbúcsúzott földi életétől. Remélte-e, hogy nevét és tetteit fényesen őrzi ajkán a magyar nép? Nem tudhatjuk, mit remélt, de Lengyelország nevével az ajkán hunyt el, ahogyan arról olvashatunk. Muszlimként temették el, hiszen annak érdekében, hogy ne adják ki az oroszoknak, áttért a muszlim hitre. Így került Aleppóba, amely várost hősiesen megvédte a rájuk törő arab rablócsapatoktól. 1848. március 15-én, amikor a magyar szabadság születését, a magyar nemzet önrendelkezésének és függetlenségeinek születését ünnepeljük, a szimbólumok fontosságát átérezve az eltelt idő emberi tanulságairól is gondolkodunk. Személyes sorsokról, egyéni döntésekről és áldozatvállalásról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Amikor nemzeti ünnepünket március 15-ét ünnepeljük, akkor a magyar nemzet zászlaját frissebben lobogtatja a tavaszi szél. Frissebben, tisztábban, ragyogóbbá téve a színeket, a pirosat, a fehéret, a zöldet. A piros az erő, a fehér a hűség, a zöld szín pedig a remény színe. Március 15-én erősebben érezzük a nemzetet összetartó erőt, a nemzethez való hűség fontosságát, a nemzet megmaradásában és felemelkedésében vetett hitünket. A Magyar Országgyűlés 2014-ben meghozott határozata értelmében a holnapi nap, március 16-a a magyar zászló és címer napja. Az országgyűlés fejet hajtva mindazon emberek, közösségek és emlékük előtt, akik e zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat adták a magyar nemzetért, vagy a zászló és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt,
Magyarország zászló és címere iránti tisztelettől vezérelve, megbecsülésének kifejezése érdekében a nemzeti színről és ország címeréről szóló 1848 évi 21. törvénycikk elfogadásának emlékére március 16. napját a Magyar Zászló és Címer napjának nyilvánítja. Így szól a határozat, amiben hitünk és reményünk szerint minden ember, aki magáénak vallja a nemzet egységét jelképező zászlót, megérdemli azt, hogy tisztelettel és testvéri szeretettel viseltessenek iránta, elfogadva a múlt hibáit, tanulva a nemzeti tragédiákat okozó döntésekből, de büszkeségtől eltöltve, méltósággal viselve a magyarsághoz való tartozás tényét. Magyarnak lenni vállalás, ezt gondolta és írta le Illyés Gyula, egészen pontosan, magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga. Ha pedig vállalásról beszélünk, akkor mindig egyéni vállalásra gondolunk, noha szeretünk közösségi vállalást emlegetni, különösen, ha sikerekről esik szó. A sikerekhez azonban egyéni vállalásokon keresztül vezet az út. Önfeláldozó, támadásoktól sohasem mentes, az újjal mutogatás meg nem szokható és bántó, azonban a történelemben rendre megjelenő jelenségétől sem mentes. Március 15-e, mint nemzeti ünnepeink mindegyike, abban különbözik a többi naptól, hogy közös vállalásról beszélünk. A nemzet közös vállalásáról, ami nem származás kérdése, és nem társadalmi hovatartozásé, nem vallási és nem ideológiai meggyőződés kérdése, hanem a nemzethez tartozás ténye. Március 15-e nem kérdéseket vet fel, hanem tényeket közöl. A nemzet, a magyar nemzet létezésének, erejének és saját sorsáról való saját döntései meghozatalába vetett teljes hitének tényét közli. A teljes hit azt jelenti, hogy mindenképpen. Azt jelenti, hogy ebben nincs és nem lehet kompromisszum. A teljes hit azt jelenti, hogy a nemzet fölött nincs és nem állhat senki. A nemzet önmagát jelenti és önmagával azonos. Ebből következik a vállalás, ami nem származás, hanem vállalás dolga. Mondhatnánk, ezt nem bonyolult megérteni. És ha ezt mondjuk, igazat mondunk, hiszen 170 év bizonyította, hogy így van, és nem másként. 1848. március 15-e és a belőle következő másfél évben azonban voltak magyarok, akik vállalták életük árán, becsületük és civil pályájuk megsemmisülése árán, nevük besározódásának árán, hogy a nemzeti önrendelkezés olyan elv, amiből nem lehet engedni. Azonban úgy tűnik, mégiscsak bonyolult ezt megérteni. Ha ez igaz, már pedig így tűnik, hogy van ebben némi igazság, akkor annak oka nem más, mint a végtelen egyszerűsítés bűne. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Amikor március 15-e kapcsán ünnepi gondolatokat fogalmazunk meg, akkor neveket is említünk, egyéni vállalásokat és hősöket nevezünk néven. Kimondjuk Petőfi Sándor nevét, aki Petrovics is volt. Kimondjuk Bemapó nevét, aki meg lengyel volt. Kimondjuk Damjanics János, Jován Damjanics nevét. Kimondjuk Széchenyi István nevét, akinek elsődleges anyanyelve lehetett a német, de dajkájától tökéletesen megtanult magyarul. És kimondjuk Gábor Áron Székely kisbirtokos, a forradalom ágyú öntőjének és tűzértisztjének a nevét, kimondjuk Görgei és Jókai nevét, mindketten azokban a hősi napokban váltották a nevük végi Y-t a plebejusi íre. Kimondjuk Paganini József Giuseppe Paganini nevét, a Szabadka határában lezajlott győztes kaponyai csata hősének nevét, és arra gondolunk, hogy a győztes ütközet 50. évfordulójára
1899-ben emelt koponyai emlékművet nem fogjuk sohasem visszahelyezni az egykori nemzeti kaszinó elé, egyrészt, mert Mózes Antaléknak hála van a koponyai ütközetnek emlékműve, másrészt, mert egyetlen városközpont sem kell, hogy szoborparkká változzon, ahhoz, hogy legyen emlékezetünk, hogy továbbadjuk az utánunk jövőknek az emlékoszlop feliratait, amelyek közül itt és most a keleti és nyugati oldalon levőket szeretném idézni. Tettök sugara átragyog időn és enyészeten, és mit ők, a hősök, a honért élni, halni tanuljatok. Neveket mondunk, és arra gondolunk, magyar hősök voltak. A magyar szabadságért vívott harc, a magyar önrendelkezésért megszenvedett és végül győzelemre vitt forradalom hősei. Március 15-én mindenki ezt mondja. Az év másnapjain bizony nem mindenki gondolja így, hanem inkább úgy vélik, hogy a magyar szabadság hőseinek vállalásánál esetleg fontosabb a származása, társadalmi hovatartozása és egyéb dolgok, amiket saját igazi bizonyítékaként és tulajdonképpen március 15-i fontosságának meg nem értve élnek meg. Vannak, akik a világszabadság fontosságának bizonyítékaként élik meg március 15-ét, amit fontosabbnak, felsőbbrendűnek ítélnek meg a nemzet szabadságánál. Helyettük idézem Petőfi Sándor egy gondolat bánt engemet című versének sorait. És a zászlókon eme szent jelszóval világszabadság, s ezt harsogják, elhaksolják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Valóban ezt írta Petőfi, és én ma 2018. március 15-én nem csak nemzeti ünnepünkön kimondhatatlanul büszke vagyok a költőre is, hogy ezt írta. Látta és láttatta a társadalmi folyamatok fontosságát, a földrajzi és politikai helyzetet, ami sem akkor, sem később nem változott, és úgy tűnik nehezen is fog változni, kelet és nyugat felé egyszerre kell harsogni a világszabadság szent jelszavait. Ugyanakkor azonban nem elfeledve egyetlen pillanatra sem, hogy ez eltelt 170 év alatt tanulnunk, tapasztalnunk és küzdenünk kellett, felteszem a kérdést. Előbbre való volt-e Petőfi Sándor számára a magyar szabadságnál a világszabadság? Ha erre a kérdésre választ akarnék adni, az szinte kegyeletsértés lenne a 26 évesen hősi halált halt költővel és forradalmára szembe, aki életét áldozta a magyar szabadságért. Ez pedig azt jelenti, hogy a kérdés így nem tehető fel. A kettőnek nincs köze közvetlenül egymáshoz. A világszabadság nem függ a magyarok szabadságától, de a magyarok és a többi nép szabadságától igenis függ a világszabadság. Anélkül, hogy a jelentésváltozásokon átment szót értelmezni kívánnám. Erre egy ünnepi beszéd semmiképpen nem alkalmas. Arra azonban az ünnepi beszéd nem csak, hogy alkalmas, de kötelez is, hogy kimondjam. Aki a nemzeti szabadságot és szuverenitást alárendelhetőnek véli, nem csak március 15-e szellemiségét sérti meg, hanem a hétköznapokat is sekélyessé, buta egyenletté is irányítja. Akik a világszabadságot nem a nemzeti függetlenséggel és szabadsággal rendelkező népek szabadságának szimbolizálásából következő fogalomként elérendelő törekvésként értelmezik, azok nem tudják jól olvasni a történelem leckéit, viszont alárendelik magukat a gőgés és nagymellényű politikusoknak, akik bár látszólag egy-egy nemzethez tartoznak, az adott nemzet történelmi szerepléseiből a tanulságokat nem mindig kívánják levonni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! Vajdasági magyarok vagyunk, ami 1848-49 kapcsán győzelmeket is jelent. Az utolsó győzelmet is jelenti, hiszen a mi tájunkon Kishegyesnél vívta meg a magyar sereg az utolsó győztes csatát.
Ahogyan azt a vajdasági magyar értéktárból erről olvashatjuk, 1849. július elején a magyar kormány és parlament is Szegeden rendezkedett be, és itt volt Fetter Antalnak a főhadiszállása is. Július 8-án Fetter tábornok a város délről fenyegető Jelasics ellen indult. Csapatai a következő napokon találkoztak Kmeti hadosztályával, majd Kishegyes felé indultak, hogy egyesüljenek Guyon Richard egységeivel. Jelasics bán a magyar hadak egyesülését megakadályozandó július 13-án az esti órákban mintegy 20 ezer fő seregével indult el Verbászról Kishegyes felé. Az ellenséges felvonulás hírére Guyon is készenlétbe állította csapatait, a lovasságból álló jobb szárnyat Hegyesnél, a centrumot képező gyalogságot Szeghegynél, a tűzérséget Feketehegynél helyezte el, míg a tartalék erőket Topolyánál állomásoztatta. A magyar csapatok létszáma körülbelül 7000 főt és 42 löveget tett ki. Az ütközet kimenetelét Guyon Richard taktikája döntötte el. Amíg a magyar jobbszárny lekötötte az ellenség támadását, addig a barszárny és a középen állomásozó erők oldalba támadták azt. Kishegyes után Jelasics hátráló csapatait a magyar seregek egészen Verbászig szorították vissza, ahol a császári erők a sáncokat mintegy 2 óráig tudták csak tartani, majd a demoralizált sereg megkezdte visszavonulását a római sáncok irányába. A magyar seregek a kellő számú lovasság és tűzérség hiánya miatt a visszavonuló ellenséget nem követték a Duna-Tisza-Duna csatornától délebre eső területekre, helyette a titeli fennség elfoglalására kaptak parancsot, egyrészt a Bácska ellenségtől való megtisztítása, másrészt pedig a Szegednél összpontosítandó magyar seregek barszárnyának a biztosítása céljából. Március idusán megemlékezünk, koszorúzunk, főt hajtunk, kezünket a szívünkre tesszük, a kokárdánkat feltűzzük, és büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk. 170 év múltával is büszkék, mert továbbadhatjuk a történelmi tények mellett, a csataleírás mellett a tényt, elődeink olyan európaiak voltak, akik egyszerre tudtak a szabadságért, a reményért és az igazukért harcba menni. Amikor azt mondom elődeink, akkor azokra gondolok, akik benépesítették a hazát, akik 1000 év óta, 170 év óta, 100 év óta újra és újra benépesítik szavakkal, tettekkel és bátorsággal. Hiszek abban, hogy az Európában a Kárpát-medencére otthonra lehet magyarság történelme és története nem kevesebb, nem rosszabb, nem bűnösebb más nemzetek történelménél és történeténél. És ha ez így van, már pedig így van, akkor a magyar nemzet szabadsága és függetlensége sem kevesebb más nemzetek szabadságánál és függetlenségénél. És ha ez is így van, akkor ebből az következik, hogy minden nemzet maga dönti el, mihez kezd elejétől, történelmének hőseitől kapott, örökölt, megszenvedett szabadságával. Hermann Robert írta az 1848-49-es magyar szabadságharc katonai vezetőiről szóló írásában, idézem. A magyar szabadságharcban az a szép, hogy nem csak magyar nemzeti vállalkozás volt, hanem a világszabadság vállalkozása volt a világ zsarnokságai ellen, ahogy Görge is mondta az április 29-i komáromi kiáltványában, ez a legszentebb népjog harca a bitor zsarnokság ellen. És ebben a harcban Magyarország segítségére siettek olyanok is, akik korábban talán nem is hallottak arról, hogy ez az ország létezik, és az ország segítségére siettek olyanok is, akiket nem a születés kötött ide, hanem valamiféle családi kapcsolat, vagy éppen csak az, hogy egy magyar alakulatban szolgálták le az életük korábbi 10 vagy 15 évét. Erre a teljesítményre méltán lehetünk büszkék, hiszen 1848-49-ben Magyarország volt az egyetlen ország Európában,
ahol egy forradalom meg tudta szervezni a saját önvédelmét, és ahol nem a belső ellenmondások miatt bukott el, hanem két nagyhatalom fegyveres ereje kellett ahhoz, hogy leverhessék és vérbe folythassák. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közösség! A magyar nemzet tagjának lenni azt is jelenti, hogy tudjuk. Nem baj, hogy nem vagyunk sokan, mert csak az számít, hogy elegen legyünk. A nagy pillanatokban mindig tudtunk elegen lenni. A nagy pillanatokban, amikről az idő döntötte el, hogy sorsdöntő és sorsfordító pillanatok voltak. Ma nem tudhatjuk, hogy az elkövetkező pillanatokról milyen döntést fog hozni az idő. De azt tudnunk kell, hogy magyarnak lenni nem hajbókolás, nem megfutamodás, nem kuruckodó ellenszegülés, nem makacskodás, hanem vállalás. Olyan vállalás, amiért a nemzet nagyjai életüket adták, sorsukat áldozták fel, hogy nekünk könnyebb dolgunk legyen. Mert hogy könnyebb dolgunk van. Nem kell más tennünk, mint kitartanunk, egymásba kapaszkodva, és nem elfeledve azt, amit Jókai így írt le március 19-ei tudósításában. Március 15-e az, írjátok föl szíveitekbe, és el ne felejtsétek, a magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik. Írjuk fel hát szíveinkbe, és ne feledjük, felelősséggel tartozunk azért, hogy éljen nemzete hazán. Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a vajdasági magyar közösséget. Köszönjük szépen, elnök úr, ezeket az ünnepi gondolatokat. Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, kedves tévénézők és rádióhallgatók, kedves magyarok! Most pedig alkalmi ünnepi műsorunk veszi kezdetét, melynek címe Nem tudom, mi a félelem és csüggedés. És kérem szépen, egy ilyen szép és népes auditorium elé én azt hiszem ezen a nagy napon, ezen a szép estén, egy csakoly, népes és szép előadói gárda dukál. És ez így is lesz. Kérem, engedjék meg nekem, hogy bemutassam az ünnepi műsor szereplőit. A Kosztolányi Dezső Színház képviseletében Kis Anikó, Kucsov Boris, Mészáros Gábor, Mikes Imre Elek és Nagyabonyi Emese színművészek. A Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület színeiben Bayi Endre, Brezovszki Balázs, Brezovszki Gerdő, Brezovszki Roland, Kasza Ábel, Kasza Lehel, Kós Dezső, Kovács Ádám, Nagy György János, Resóczki Roland, Szakács Tamás, Török István, Varga Dávid és Varga Róbert, lelkes és tehetséges fiatalok, lehet, hogy most még nem művészek, de hamarosan azok lesznek. Ők lépnek önök elé, és velük tart a Promuzika kamarakórus Csikós Krisztina karnagy vezetésével. A műsort összeállította és írta Lovas Ildikó, a rendező Urbán András. És csak még a végére egy névsor, amely nagyon fontos, hogy itt elhangozzék, kérem szépen. A műsorban elhangzó idézetek szerzői. Benda Kálmán, Bona Gábor, Ötvös József, Kosztolányi Dezső, Mérei Gyula, Móricz Zsigmond, Ottlik Géza, Petőfi Sándor és Széchenyi István. Alkalmi műsorunkhoz emelkedett lelkületet és ünnepi hangulatot kívánok kedves minnyájuknak.
Mit akar a magyar nemzet? Mit akar a magyar? És miről szól a magyar himnusz? Most nem szükséges, hogy felálljanak. Őseinket felhozad, Kárpát szent bircére, általad nyert szép hazát, bende gúznak vére. S merre zúgnak habjai, Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél, Tókaj szülő veszein, nektárt csepegtettél. Zászlón gyakran plantálád, vagy török sáncára, s nyögte Mátyás búshadát, Bicsnek büszke vára. Haj, de bűneink miatt nyúlt harag kebledben, s elsújt át villámi dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyílát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain Ozmán vadnépének, vert hadunk csont halma, magzatod hamvedre. Bújt az üldözött s felé, kardnyúl barlangján.
s nem leli. Honját a hazában, mércre hág és völgybe száll, most kétség mellette, vérezen lábainál, s láng tenger felette. Vár állott, most kőhalom, kedvs öröm röpkedtek, halál hörg és síralom, zajlik már helye. Szánd meg Isten a magyart, kit viszek hányának, nyújts feléje védőkart, tengerén kinyár. Kiskőrösön két gyors vonat közt álltam meg a múlt héten. Gyakran járok ezen a vonalon, ezúttal állapodtam meg itt először. A kisfiú, aki a bérkocsi bakján ült, meg se hallgatta szavam, s már is vitt a házhoz. Az ő házához. Mint olasz vagy francia ciceronék a város egyetlen székesegyházához. Tengelyig merült a kocsi a zöld sárba. Város, amit látok, vagy falu, vagy puszta, nem tudom. Csak annyit tudok, hogy ez a táj nyár és déli báb nélkül fáj. A tornácos kunyhócskában ocsúttam fel, a szobában, melynek alacsony gerendáiba majdnem beverem a fejem. Éles szegénység van. A búbos kemence mészaga, a földnek, a szövetnek, meg a rothadó fának a szaga. Múzeumban ezt nem érezni. Hiába a rekonstruktorok nem tudják pár mondattal elképzeltetni a paraszti dolgokat.
a búbos kemence mészszagát, a földnek, a szövetnek, meg a rothadó fának a szagát. Azóta gyakran gondolok rá. Nem úgy, ahogy rágondolni szokás. Apánkra gondolunk így, meg azokra, akiket szeretünk. Nincs a kezemben semmi könyv, mely adatokat tartalmazna, még az ő könyve sincs. Csak az élete van előttem. Arra is gondolok egyre gyakrabban, nagyon. Minden embernél jobban szerethette az életet, melytől nemes királyi ragadozók rövid 26 év alatt mindent elvettek, mit elvenni érdemes. Majdnem eltávolította tőlünk a legenda, de a próza visszahozta őt. Ha valaki megkérdezné, mekkora volt, milyen nagy volt, hány centiméter, a tudós mutatná a kérdezőn, önnek körülbelül eddig ért volna. Aztán ha oda tesszük a kezünket a falhoz is, hogy lemérjük nagyságát a falon is, akkor ebben a magas szobában határozottan kicsinnek rém lett volna. A német közmondás szerint a sok fától nem látva az erdőt, midőn számtalan sérelmekre fordíták egész figyelmüket, megfeledkeztek azon legnagyobb, azon óriás sérelemről, mely abban áll, hogy hazánk különvált alkotmányos kormánnyal nem bír. Veselényi Miklós, az ifjak és Kossuth Lajos bebörtönzése és perbefogása nem hozott eredményt. A jelentések, besúgások, intrika ráült a tájra, de nem járt sikerrel. Magyarország egyedül semmit nem érhet el. Az összmonarchiával együtt mindent megvalósíthat, üzente Metternich. Miért kell egyáltalán Magyarországnak fontoskodnia? Egyetértés abban, hogy kell. Nézetkülönbségek abban, hogyan és mennyire. Széchenyi nemes szándékú, nemzetépítő, az udvarral óvatos. Kossuthot a börtön nem töri meg, hanem felemeli. Deák még gondolkodik, fegyelmezettsége erős. Védegylet, Magyar Kereskedelmi Társaság, gazdasági felemelkedés, nehéz út, bukás. Igazi javítást nem mindig lehet a fennállónak csupán csak módosításával eszközleni. Mert a fennálló néha olyas, mi tökéletes ellentétben áll azzal, mi eléretni céloztatik. És ehhez képest így esetben a réginek gyökerestüli megsemmisítése és az újnak gyökeres felállítása szükséges. Az utolsó rendi országgyűlése 1847 őszén Kossuth Lajost követté választották. A csekély ellenzéki többség vezetése az ő feladata lett. Politikai élet, mérsékelt reformok, követelések. Rettenetes akarat. Március ifjak, gazdatiszt, lelkész, mérnök, orvos, tanár, orvos, kishivatalnok, vaskereskedő gyermekei, egy báró és két paraszti származék, arany és tompa. Március 15-e, a nemzet születésnapja. Mit kíván a magyar nemzet? Mit kíván a magyar? Mit kíván a nemzet? Legyen. Lesz.
A magyarok istenére esküszünk. Nemzetőrség. Vértelen forradalom. A Nemzeti Színházban a tömeg követelésére előadták a betiltott Bánbánt. Szabad, önrendelkező, új Magyarország. A bécsi udvar meghátrált a pesti tömeg hírétől. Meghátrált! Amikor 5. Ferdinánd a bécsi és pesti forradalom miatt meghátrálva jóváhagyta a reformokat tartalmazó felirati javaslatot, majd szóban hozzájárult az első felelős magyar kormány felállításához, Battyányi Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez, és az ezt követően létrehozandó törvények szentesítéséhez a magyar forradalom törvényessé vált. 1848 tavaszán megszületett, és április 11-én szentesítésre került az a 31 áprilisi törvény, mely biztosította Magyarország polgári modernizációját,
az elavult és fejlődést gátló feudális kötöttségek megszüntetését és az ország birodalmon belüli önállóságát. Szóban hozzájárult, de gondolatában a bécsi udvarnak nem volt más, mint saját gyengesége. Arra kellett összpontosítania, hogy megerősítse saját hatalmát. Nem volt ideje a magyarokra. Egy lépést most vissza. Öröm, hűség, fejlődés, felelősség. Megalakult az első felelős magyar kormány. 1848. március 23-án gróf Batthyány Lajos március 17-én kinevezett miniszterelnök kihirdette minisztériumának névsorát. Batthyány Lajos elnök, Szemere Bertalan belügyek, Kossuth Lajos országos pénzügy, Deák Ferenc igazságszolgáltatás és kegyelem, Mészáros Lázár honvédelem, Klauzál Gáspár mezőgazdaság, ipar és kereskedelem, Széchenyi István közmunka és közlekedésügy, Ötvös József tanügy, vallás és közoktatás, Eszterházy Pál, a felség személye körüli miniszter. Mit akart a bécsi udvar? És mit akart a márciusi ifjúság? Mit akart az első felelős magyar kormány? A bécsi udvar időt akart nyerni. Az első felelős magyar kormány olyan fokú önállóságot, ami nem zárja ki a hűséget a császárhoz, de ellenáll a magyarok szándékos lemaradását célzó birodalmi tevékenységének. A márciusi ifjak szabadságot, egyenlőséget, testvériséget, mindent, mi legszebb idea. Az áprilisi törvények alapján Magyarország csaknem önálló ország lett. A bécsi udvar bólogatott, mert le kellett győznie, meg kellett zabolásznia a prágai, a milánói és velencei, majd pedig a lengyel forradalmat. Amikor ez megtörtént, üzentek a magyaroknak, hogy miben kell mérniük a szabadságukat. Bajúszott hosszához, egy iceborhoz, egy kávéházi asztal közönségének számához, egy tanyasi ház ablakának méretéhez. Az uralkodó 1848. augusztus 31-én üzent, ha a magyar parlament nem vonja vissza az áprilisi törvényeket, katonai támadásra számíthat. Jelasics készülődött. Batthyányék rohamtempóban fejlesztették katonaságukat. Március 15-e szent napját elöntötte a vér 1848 őszén. Nem a bajszunk hossza, nem egy ice bor, nem egy kávéház asztalának közönségének a száma, nem egy tanyasi ház ablakának mérete a magyar szabadság mértékegysége. A magyar szabadság nem több, de nem is kevesebb annál, aminek alapja az áprilisi törvényekben van. Szabadságharc! Országos Honvédelmi Bizottmány! Kossuth Lajos! Egyetértés! Bátorság! Parlament! Irányítás, egyetnemértés, csaták! Görgei Artúr, az élő vértanú! Téli hadjárat! Tavaszi hadjárat! Nyári hadjárat! 110 000 főnyi sereg állt hadrendben, és harcolta végig a szabadságharcot, vérpermetezte úton a magyar szabadságért.
Elmehettek. május 1-én Ferenc József császár segítséget kért első Miklós orosz cártól a magyarok letörésére. 1849. júniusában 200 000 orosz katona tört Magyarországra. Kit tart ön a legnagyobb katonának? Napóleont. Nem szeretem egy cseppet sem, de a legnagyobb embernek tartom. Mások csak egyben másban voltak nagyok, ő mindenben. Ahova csak kezét tette, nyomot hagyott örök időkre. Nekem kedves hősöm Hannibál. Á. Kalapját megbillenti. Nagy ember volt, igen nagy ember, de amint a közvélemény mondja róla, nem tudott szerencséjével élni, és ez nagy hiány. A Cannes-i csata után én egyenest Rómának mentem volna, s azt tönkretettem volna egy csapással. De nagy ember volt. És az alpesekeni átmenetnek nem kivitele, hanem magában ennek gondolata is a nagy emberek legnagyobbjai közé sorozza őt. A terv nagysága a lélek nagyságának mértéke. Ez önmagáé. A kivitel már kettőjöki. Övi s a szerencséi. Hannibárról szólván, tudja, kit tartok én hozzá oly hasonlónak, mint amennyire két ember hasonlíthat egymáshoz? Nos? Önt, tábornok úr. Tudja Isten, ennyit nem igénylek. Én csak egyet tudok, vagyis nem tudok. Azt nem tudom, mi a félelem és csüggedés. Ez a fő. Hannibál is ezt a kettőt nem tudta. Az igaz, hogy ez nem mindennapi dolog. Nem dicsekvésből mondom, mert nem az én érdemem, hanem az Isten ajándéka.